Roger Schilling zenekar az 1991-ben alakult, akkori barátokból, zenét kedvelő emberekből, kollégákból, az most már több mint 30 éve, ahogyan számolgatjuk, mégpedig abból a célból, hogy a német nemzetiségi zenét ápoljuk, és annak a hagyományait megőrizzük. Ugyanis ez a zene nagyon sokáig fennmarad még, legalábbis én bízom benne, azért kezdtük el, már volt egy színpadra is vinni ezt a zenét, és közönségünknek is úgy vettük észre, hogy nagy megelégedésére szolgált ez. Egy kicsit a Roger Schillingről, hogy honnan a név. Dunakömlődi pap volt, Dunakömlődi monográfiáját állította össze, és létezett Dunakömlőden egy Roger Schilling egyesület, és amikor mi indultunk, akkor támogatott bennünket, és tiszteletből vettük fel a támogatónk nevét tulajdonképpen. Ez egy kicsit furcsa volt a leszármazottaknak, de aztán elfogadtak bennünket. Minden évben koszorozunk Dunakömlődön. A Roger Schillingnek egy emlékműve is áll a templom előtt, ahol rendszeresen megjelenünk, és minden kerek évfordulón a zenekar is játszik koszorozási zenét itt. A hagyományosan sváb zenét játszó paksi Roger Schilling fúvós zenekar tavaly ünnepelte 30. születésnapját, azaz ünnepelte volna, ha nem szól közbe a pandémia. Azonban idén nyáron pótolni szeretnék ezt a megemlékezést. Én is a kezdetektől, mint alapítótag vagyok. A zenekar, most fejben nem tudom, hogy de durván olyan 12 alapítótaggal indulhatott, ami az évek során fölbővült 20, volt már, hogy 25-26-27-en is voltunk, a jelenlegi zenekar olyan 18 fő körül alakul. Hát elég nagy lemorzsolódás volt, sajnos elszólította a barátokat, a munka máshol találták meg a számításokat. Volt, aki idősebb lett, abba hagyta már a zenét, de azért megőriztük a formációnkat, és országos rendezvényeken játszunk. Például a Blazer Treffen minősítéseken, országos minősítéseken második helyezést értünk el, háromszor is, akkor többször voltunk külföldön, Németországba, Spanyolországba, akkor itt a környékben, a megyébe játszunk minden olyan rendezvényen, ahol meghívnak bennünket. Évtizedek óta szerveznek német nemzetiségi napot Pakson. Ilyenkor a helyi nemzetiségi önkormányzat színes kulturális programmal vár minden érdeklődőt. Ezeken a napokon került átadásra a paksi német nemzetiségi önkormányzat által 2010-ben alapított Arany Rozmaring díj is, melyet fennállásának 25 éves évfordulóján 2016-ban a Roger Schilling fúvós zenekar vehette át. A 2021-es évünk jó sikerült, annak ellenére, hogy minden művészeti csoportot a Covid nagyon nagy gondok elő állított. Tehát nem lehetett gyakorolni, nem lehetett próbálni, viszont az első hívó szóra volt annyi spiritus még a csapatban, hogy összeültünk, nagyon keményen próbáltunk, el is tudtunk jutni külföldre, szerepeltünk, az egész nyárat próbáltuk, és minden szereplésünknek eleget tudtunk tenni. A tervünk a jövőre nézve az, hogy sajnos a 30 éves évfordulónk elmaradt, hogy ezt megpróbáljuk az idén megszervezni és bepótolni, most már tudva azt, hogy milyen időszakban lehet gondolkodni, ugye egy márciustól augusztusig terjedő időszakban lehet sok sajnos gondolkodni, úgyhogy ezt szeretnénk megcsinálni, azon kívül van egy felkérésünk a német nemzetiségi tánccsoporttal, ahol a kongresszusi központban fogunk játszani majd valamikor a nyáron. 1992. februárjában rendezték meg az első sváb bálukat. Erre hagyományosan minden évben sor került. Azonban a Covid miatt már ezt sem tudják megtartani két éve.
Fritz József itt büszkén mutatja a Dicsőség falon az elismeréseket, melyekre nagyon büszke. Az Országos Pro Kultúra Minoritatum Hungari díjat 2014-ben vehették át, mint kiemelkedő nemzeti csoport kis hazánkban, de Pakstól is megkapta a legrangosabb városi kitüntetést a zenekar. A Fúvós zenekar 30 éves születésnapját méltón szeretné megünnepelni, igaz, egy kis csúszással 2022 nyarán. Mindenféleképpen azt szeretnénk, hogyha meglévő, még elérhető alapítótagok is ott legyenek, valamilyen módon megjelenjenek, nyilván meg kell neki köszönni, hogy egyáltalán meg tudtunk alakulni, és azoknak az embereknek is meg kell köszönnünk, akik ennyi éven keresztül folyamatosan rászánták az idejüket, mert azért azt tudni kell, hogy nem csak a próbák vannak, ahhoz, hogy egy művészeti együttes élményt tudjon nyújtani, ahhoz napi gyakorlásra van szükség. Ha csak naponta egy órát, mondjuk beszélünk a gyakorlásról, plusz még hetente egy alkalommal egy két órás próba, akkor ugye utána lehet számolni, hogy ki mennyit fordít a szabadidőjéből erre a tevékenységre önzetlenül. A próbáink hetente egy alkalommal pénteken vannak ebbe a helységbe, ahol mi most vagyunk. Sajnos a Covid alatt ez nem lehetséges, mert picike a helység, ugye két métert nem tudunk tartani, úgyhogy most a próba az fel van függesztve addig, amíg nem lesznek olyanok a viszonyok.